sötétbe szart se ér ez a kamera. Ahány helység, annyiféle színárnyalat. Valami nem van jól, úgyhogy annyit pofáztam, hogy némelyik videómban, hogy évek óta nem vagyok megfázva, nincs semmi különösebb problémám. Most itt szombat estére egyre szarabbul érzem magam, és így a rendes mandulám nincs meg, csak az ormandulám, nem, mint hogyha az ormandulám nem lenne rendes ormandula, de lényeg az, hogy csak az ormandulám van meg, és hogyha elkap valami vírus vagy bacillus, akkor általában az kezd el fájni. Honnan a fenéből? Előszedtem egy ilyen kis hülye pohara, úgyhogy, de nehéz lesz ezt egy kézzel. Úgy döntöttem, hogy töltök egy fél korty pálinkát magamnak, hát hogyha segíteni fog a fertőtlenítésben. Nagyon el vagyok szokva ettől az érzéstől, olyan zümi a fejem. Vegyek elő még valami bögrét. Csini bögre. És ha valamit utálok, akkor az a tea. És a teát csak és kizárólag akkor vagyok hajlandó meginni, amikor kezdem nem jól érezni magam, és azért mondom, hogy ez gyors tea, mert kicsit leraktak ide titeket, bocsi. Azért mondom, hogy gyorsan. Nem kiöntöttem? Azért mondom, hogy ez gyors tea, mert mikrohullámú sütőbe fogom megmelegíteni a vizet. Rendkívül egészséges a mikrohullámú sütőben a víz. Na szóval utálom a teát, de most nem vagyok jól, hogy kénytelen leszek meginni. Töröljem le rendesen. Szedet vedett egy filmecske lesz, de úgy is érzem magam. Keressünk teába betétet. A házi patika anyukám orvos volt, vagy gyerekorvos. Most is gyerekorvos, csak már nyugdíjban. Ez itt a reklámhelye. Ez a másik reklámhelye, mert én mondtam, hogy inkább Pepsit iszom. Ha van rá lehetőség, nem vagyok annyira Coca-Cola-s, mert mindenki Coca-Cola-s, én még nem akarok mindenki lenni. Jó a Coca-Cola is, rengeteget iszom, kísérőként. De itthonra megtartom a Pepsit. Na itt aztán valaki próbáljon majd hirdetést elhelyezni. Hát, hogy a Pepsi cég meg a Neo Citrán nem fog engem megtalálni, az Beastie Boys. Na ez meg olyan forró lett, hogy nem fogom tudni meginni. Mindegy, majd sütögetni fogom vele a nem létező torkom. Azt akartam mondani, hogy nem létező torkomat, de hát maga a torkom az létezik. Csak a mandulán. Mindegy, ezt már az előbb elmondtam. Hú, gyerekek, ennek nem lesz jó vége, és holnap van vasárra. Mindegy, szerintem holnap az összeszedem magam, keressünk egy ki van halva a teatároló. Mit találtam magamnak? Fruit infusion. Nem akarom kimondani.
hozzá. Valami rettenetes gyümölcs, te. Főleg ifjúkorban alkoholt nem szabad inni, felnőtt korban is nagyon módjával. De én most azt mondom, hogy egészségemre ne kelljen kirakni a plusz 18-as karikát ezért. Jó féle. Hosszú kis videó lesz, nagyobb mondóka nem lesz benne, most erre vagyok képes összesen, kapkodok itt össze-vissza, teljesen indisponált vagyok, legyen jó színe, és akkor ebbe fogom citrom gyanánt beletenni, a neocitránt, hogy kicsit összeszedjem magam, néha segít, néha nem, de a tüneteket enyhíti. Ezzel együtt nem akarom reklámozni. Nekem néha segíteni szokott. Ennél durvább gyógyszereket nem is szívesen veszek be. Na és itt a gyümölcsös teával összekeveredik a neocitrán. A pálinka után jó forró lesz-e. Leöntöm, hát hogyha egy kicsit elkezdek izzadni, de hát nyilvánvaló, hogy amilyen hülye vagyok, nem az ágyba fogom beburkolni magam, hanem visszaülök a laptop elé, és nézegettem a YouTube-ot, és kutatok, mert már jó ideje próbálok nekem megfelelő, vagy nekem szimpatikus bloggereket találni, azok mellé, akiket egyébként is nézek, meg akinek a feliratkozója vagyok, kevesen vannak. Akit érdekel, az majd utána néz, hogy kiről beszélek. Meg szoktam őket emlegetni is, de nem akarom állandóan, mert nem ebből akarok reklámot csinálni, hogy én most más videósoknak a neveit folyamatosan mondom, hanem aztán lesz, ami lesz alapom. Szóval keresgélek újabb vloggereket, hagyományos értelembe vett vloggereket, és nagyon nem találok. Hasztalan keresek már napok óta. Vannak sokan, csak ugye ki kell választanom a hogy ki kellene választanom azt a vloggert, aki nekem szimpatikus, és akit szívesen hallgatok, mert én nem követem azt a fajta szokást, hogy valakire feliratkozok, mert valaki mondja, látok valamit, és valamelyik általam szeretett videós beszél egy másik videósról, és akkor én oda meg gyorsan elkezdek feliratkozni, úgyhogy egyáltalán nem tudom, hogy mivel foglalkozik, meg milyen videók vannak a csatornáján, meg milyen videókat készít a csatornájára. Ugye ez a... Aztán utána megnézek egyet-kettőt, gyógyuljak meg. Forró. Szóval megnézek egy-két videót, és aztán kiderül, hogy szerintem ez egy hülye, és akkor meg leiratkozom. Teljesen felesleges, kidobott idő számomra. Ez a hirtelen feliratkozás, kidobom. Nem az időt, hanem a szemetet. Én, hogyha találok egy vlogger, akkor nagyon sok videóját megnézem. Általában nyilván visszafelé.
és utána döntöm el, hogy feliratkozok rá, vagy nem iratkozom fel rá. De egyszerűen hol vannak? Hol vannak a jó, hol vannak a jó loggerek? Nehéz ügy ez, mert néha elkap a... Hogy is mondta Ali papi mami, hogy vlogfüggőség. Kiüt rajtam a vlogfüggőség. Főleg, hogyha nincsen kedvem kimenni a kertbe, tudom én, bogarászni, vagy autót szerelni, vagy bármi, mert hát ilyen állapotba kerültem, mint most. Az Isten mentse meg a világot a beteg férfi embertől, mert ennyi nyüglődést az életben nem képes az ember csinálni, mint egy pasi, amikor elkezdi szarul érezni magát. Ah, ez most megsütött, basszus. Ah. Dögrovás, gyerekek, annyira dögrovás, hogy be se tudom fejezni az előző gondolatomat. Ja igen, hogy kiüt rajtam néha a vlog függőség, vagy a vlog elvonás, amikor a kedvenceimtől nem kedvenceim. De szarul hangzik ez, egy felnőtt férfi, más felnőtt férfiakat néz, és azt mondja, hogy kedvencem, nem a kedvencem. Na mindegy, szóval. Hú, értitek, hogy mit akarok mondani? Szóval a lényeg az, hogyha nem töltenek föl a vloggereim, szóval hogyha nem töltenek fel rendszeresen videókat, az általam kedvelt vloggerek, videósok, akkor kiüt rajtam a vlog elvonás. Mert ugye nem lehet elvárni mindenkitől, hogy állandóan videókat csináljon, meg folyamatosan próbálja szórakoztatni a nézőközönséget, mert hát az élet nem csak abból áll. Ha most nagyon sötét a fejem, akkor az azt jelenti, úgy is érzem magam. Jó sok értelmetlenséget összehoztam, nem is tudom, hogy van-e értelme ebből bármit is csinálni. Úgyhogy szerintem befejezem. Elnyafogtam nektek a nyomoromat, sajnáljatok. Járjatok el templomba imádkozni, értem, hogy meggyógyuljak. Na mi van? Szerintem már összem. Aha. Már megint töltenem kell. Na most lebuktam. Ült. Na végül az összes baktériumnak, meg minden ilyen marhaságnak ezt üzenem. Szevasztok, szerintem. Ó, van itt azért egy-kettő új. Na gyorsan megnézem, és sajnálom magamat továbbra is. Szevasztok!